az új kormány illegitim népszavazást kell tartani. Egyebek között erről beszélt Viktor Janukovics oroszországi sajtótájékoztatóján. Az elmenekült ukrán elnök azt is mondta, nem fog orosz katonai segítséget kérni. A helyzet a déli régióban egyre feszültebb. Fegyveresek foglalták el az Ukrajnához tartozó Krími Autonóm Köztársaság parlamentjét. Az orosz külügyminisztérium pedig közölte, megvédik az ukrajnai oroszok jogait. Friss esti hír, hogy Oroszország elismerte a krími csapatmozgásokat, és ezzel egyértelművé vált, hogy a néhány napos látszólagos béke után ismét pattanásig feszült a helyzet észak-keleti szomszédunknál. Mindössze annyi történt, most úgy tűnik, hogy Kijevből a Krím félszigetre tevődött át a válság gócpontja. Vendégünk Balázs Péter volt, külügyminiszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Segítsen megérteni, ugye a Krím félszigetet oroszok, ukránok és tatárok lakják, de a két utóbbi népcsoport együttesen sincs olyan erős, mint az oroszok. Nekem az egész konfliktusról most a Falklandi háború jutott eszembe, amikor egy ilyen senki földjéért végül is emberek halnak meg. Mi a jelentősége ennek? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Kijevben persze volt, bár azt is sokan azt mondták, hogy ne nevezzük polgári forradalomnak, de ott lehetett látni. Miről szól most a krími konfliktus? No, szögezzük le mindenek előtt, hogy a krími félsziget Ukrajna része. De autonóm terület. Azon belül lehet folytatni a történetet, Ukrajna területének szerves része. Tehát ez egy nagyon fontos sarokpontja a helyzetnek. És van egy másik nagyon fontos jellemzője, ott van egy orosz katonai bázis, és az nem akármilyen bázis, hanem az a Fekete-tengeri hadiflottának. Oroszországnak összesen 5 tengeri bázisa van, 5 különböző tengeren, a Fekete-tengert innen tartja ellenőrzése alatt az orosz hadiflotta. Tehát ennek stratégiai jelentősége van. Az idejét is tudjuk, eredetileg, amikor Ukrajna függetlenné vált, akkor 2017-ig kötöttek egy szerződést Oroszországgal, hogy ott maradhat ez a bázis. Utána ezt meghosszabbították 25 évvel. Tehát most úgy néz ki a helyzet, hogy 2042-ig Oroszország bent van Ukrajnában. Ez egy egészen kivételes politikai, katonai szituáció, minden más orosz bázis orosz területeken található, mondjuk Kaliningrád még egy ilyen kicsit különleges, de az Oroszországnak része. És utána következik az a történet, hogy történelmi okokból ennek a félszigetnek vegyes a lakossága, ott oroszok, valamikor tatárok laktak, őket Sztálin kitelepítette, aztán nagyon sokan visszajöttek közülük. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy van egy független Ukrajna, és annak a területén játszódnak most ezek a konfliktusok. Következik-e mindabból az, és különösen ugye ott Szevasztopol stratégiai, orosz szempontból stratégiai és elengedhetetlen helyzete, hogy az oroszok ebben nem fognak belenyugodni, hogy Janukovicsot kirakták a határon túlra, és hogy Ukrajna az úgy tűnik, hogy egy Oroszországtól független irányba indul el. Nos, nem hiszem, hogy Janukovicsért sok könnyet ejtenének Moszkvában. Jó szövetségese volt Putyinnak, de Ukrajna a lényeg. Oroszországnak két fő érdeke van, aztán még továbbiak is sorolhatók. Az első, amit mondtunk, ez a bázis. Olyan ukrán kormányra van szüksége idézőjelben Moszkvának. Aki ezt soha nem kérdőjelezi meg. Aki ezt nem kérdőjelezi meg, aki biztosítja a működés feltételeit, többet nem is kérnek tőle, csak az, hogy ők ott nyugodtan tehessék a dolgukat, és működjön a katonai bázis. És van egy másik érdeke, ez az igen jelentős számú orosz kisebbség, vagy orosz ajkú kisebbség. Ugye itt a határok sokszor elmosódnak Ukrajnán belül az oroszul beszélőktől egészen a nyugati végeken, a magyarul, lengyelül, románul, stb. Beszélőkig. Nos, az orosz kisebbség ma úgy érzi, hogy elveszítették az őket pártoló vezetőt Janukovics személyében, és most az ukrán nacionalisták kerülnek hatalomra, rájuk kígyó békát kiabálnak, elmondják őket mindennek, nacionalistának, sőt még fasisztának is. Nyelvtörvény, ugye? Nyelvtörvény. Na most az egyik sarokpont ahhoz, hogy a Majdanon véget érjen a vérontás, a nyugati segítséggel, a német, francia, lengyel segítséggel az volt, hogy létesüljön egy nemzeti egységkormány.
Most a Nemzeti Egységkormány felállt nagyon gyorsan, úgy tűnik, hogy ez valahol a majdani téri tüntetések egyenes folytatásában van, több híres szereplőt tettek meg gyorsan miniszternek. Ami számomra egy kicsit hiányzik belőle, hogy nem egészen Nemzeti Egységkormány, mert Kelet-Ukrajna, az orosz ajkúak, minthogyha nem lennének kellőképpen képviselve. Valószínűleg a német és a többi közvetítés úgy képzelte el, hogy egy olyan kormány legyen, amitől béke terem azonnal az országban, és az ország minden szögletében elfogadják, hogy kérem szépen, ez a mi kormányunk, ettől most meg lesz az egység. Még nem tartunk itt, tehát a történet folytatódik, és Oroszország még nem mutatta ki az igazi szándékait. Az orosz politika amúgy is sokszor rejtélyes és nehezen megfejthető, nehezen kiszámítható. Most ismét ilyen helyzetben vagyunk vele. Egy elhúzódó ukrán válság milyen hatással lehet Magyarországra? Mert azt gondolom, hogy itt ez az egyik legfontosabb kérdés. Hát számos érdekünk van. Ugye a nagyon húsba vágó, amit azonnal egész Magyarország megérez, ez az energia utánpótlás, aminek igen fontos útvonalai húzódnak Ukrajnán keresztül. Vannak egyéb gazdasági érdekek is, az OTP különösen érdekelt az ukrán piacba, sok bankfiókot nyitott ott. És ugye a másik szintén húsba vágó ügyünk, ez a Kárpátalján élő magyar kisebbségnek a sorsa, amely két malomkő között örlődik, mert amikor jól megy neki, és a kisebbségeket nem éri különösebb sérelem, azt egy nem Európa párti kormánytól kapták meg, viszont hogyha átbillen a szimpátia Kijevben nyugat felé, akkor azzal együtt jön föl az ukrán nacionalizmus, és a kisebbségek háttérbe szorulnak, nem a magyarok ellen irányul, nincs, országosan nincs semmi bajuk, néha kis helyi konfliktusok vannak, de az orosz kisebbséget sújtó korlátozások azonnal hatnak a magyarokra, románokra, gagaúzokra és egyéb kisebbségekre. Egy ilyen típusú konfliktusból tapasztalatai szerint mit tanul, milyen következtetés von le az Unió? Hát az Uniónak bőven van itt tanulnivalója. Tulajdonképpen egész jól vizsgázott akkor, amikor ez az úgynevezett Weimári háromszög, ez a német, francia, lengyel társulás összeállt és elmentek. Ebben volt a német, most megújult német diplomáciának, a nagykoalíciós német diplomáciának szerepe, és Lengyelországnak nagyon erős húzó szerepe van. Nos, most léptek. Korábban én úgy láttam, és ennek még régebben hangot is adtunk az Unión belül, hogy kicsit félváról vették Brüsszelben és némely más európai fővárosban a keleti szomszédságot. Berlintől keletre már értik ezt a helyzetet. Angela Merkelnek soha nem kellett elmagyarázni, hogy mi van Ukrajnában, de Németországtól nyugatra nem találják annyira fontosnak, vagy még mindig abba bíznak, hogy az Uniónak van egy olyan fantasztikus vonzereje, hogy úgyis mindenki hozzánk akar csatlakozni. Na most ez igaz volt Lengyelországra, Magyarországra, Romániára, itt föl sem merült annak idején más alternatíva. Azóta már hallottunk egyéb utakról, vagy alternatívákról is, de valójában nincs más választás ezeknek az országnak. És Ukrajnának van. Ukrajna be van ékelődve. Oroszország és Nyugat-Európa közé, ukrán vendégmunkások mindkét irányba nem mennek. Nem az egyetlen út. Úgyhogy nagyon kell figyelni Ukrajnára. Tartok tőle, hogy ad még nekünk muníciót Ukrajna az elkövetkezőkre. Köszönöm szépen, segített megérteni a helyzetet.